Dekázás, cselezés, passzolgatás, majd Orbán lő és gól. Tegnap a Fidesz elnöke a Felcsút FC színeiben játszott az újságírókkal egy szigorúan politikamentes meccset, mert a gyepen még Orbán Viktor is felejt. Nincs politika, nincs ország, nincs család, semmi nincsen, csak az előttünk álló 90 percről, és akkor minden energiát oda összpontosít az ember. Tehát a politikus kikapcsolt és rákapcsolt, és hogy mennyire gólerős a parlamenti csatár, azt mindjárt meglátják. Nagy kérdés, hogy majd itt... Tegnap reggel ugyanis Orbán Viktor még más poszton idegenvezetőt játszott, népes újságírókból álló tömeget terelgetett az újdonsult Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián, ahol egyébként ifjú labdazsonglőröket nevelgetnek. Tehát van fönn két ágy. A fiatal tehetségek láttán pedig az elnök is leporolta a régi emlékeit, amikor gyermekkorában ő is itt Felcsúton rúgta a bőrt. Akkor úgy volt az élet, hogy nem is érdekelt bennünket semmi más. Nem volt számítógép, a televízió is inkább unalmas volt. Ha két dolgot csináltunk, útisztunk, meg fociztunk. Nos, bár azt nem tudjuk, hogy a Fidesz vezér milyen trükkös kártyás, azt viszont mindenképp szeretnénk kideríteni, hogy hogyan trükközik a labdával. Ehhez az egyhez azonban nem illik a lezser elegancia, tehát irány az öltöző. A lábfejét masszírozgató pártelnökről itt kiderül, bizony a gyepen ő sem angyal, hiába a futball csibész játék. Az én edzőm az Urbán Flóri, és az Urbán Flórinál az, aki nem teszi oda magát, és nem takarít le ellenfelt, az nem ember, tehát nekem nagyon igyekeznem kell. Igyekezzünk mi is, és amíg a fiúk felöltöznek, szaladjunk egy kört, hiszen nem Orbán Viktor az egyetlen sportos politikus. Dávid Ibolya az edzőteremben tartja fitten magát, míg Gyurcsány Ferenc inkább futva közelíti meg az ismerős épületet, a munkahelyét. Gusztos Péter meg leginkább a két kerékre esküszik. De amint látják, Urbán Flórián már kiterelte a játékosokat a pályára, és itt van Orbán is, bár a meze nem éppen személyre szabott, és ez nem inkognitó. Ez maradt. Még szerencse, hogy nem stimmelnek a nevek, gondoljuk, miközben Urbán és Orbán fejelget. Sosincs az ember teljesen jó állapotban. Olyan, mint az élet. Olyan, hogy mindig minden rendben legyen, olyan nincs. Hol egy kicsit itt fáj, hol ez marad, valami mindig van. A foci nem az a tipikus nyavajgós sport, sőt a külszívű bírót még az sem hagyja meg, ha ne adj Isten a játékos, amúgy egy pártelnök. Úgy hallottam, nagyon veszélyesen szokott támadni, és figyelem, nehogy esetleg szabálytalankodjon sokat, mert lapok itt vannak természetesen, készültünk. Nos, akkor mi is készüljünk, hiszen a stadion már megtelt, legalábbis egy széksor biztosan. Szóval kezdődhet a meccs. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell. Igen, jól látják, a hatos mezben játszó ismerős játékos csukafejese a kapuba talált. A politikus visszafogott gólöröme után kiveszi jól megérdemelt pihenőjét a kispadon, ahol tovább szurkol. Most éppen saját csapatának, mert Orbán Viktornak azért az ország más részeiben is vannak kedvencei. Szeretném, ha végre a Fehérvár már egyszer nyerne egy bajnoki címet. Még csak ott játszottam hosszú éveken keresztül, és többször ott voltak a küszöbön, de mindig megbotlottak. A Debrecennek örülök. Gyerekkoromban meg mindig az Újpestnek szurkoltam. A zöld-fehérek ezúttal kimaradtak a szórásból, ami végül is nem csoda, tekintve, hogy szerdán 1-0-ás vereséget mértek a Felcsútra. Majdnem sírtam, ezt szólom hozzá. De gyalázatosan játszottunk. Gyalázatosan és remegő lábakkal. Ez még tollas labdaszakosztályban is kevés. Aztán a második félidőre úgy tűnt a csapat, itt is kevés a politikus nélkül, így Orbán Viktor a második félidőben is labdához jutott, és bepakolta a második találatát. A meccs alatt nem volt szabálytalanság, és az elnök úr is megúszta sérülések nélkül a találkozót. Én őszintén szóval nagyon vigyáztam rá, hogy megrúgja, ki tudja, mi lesz ebből. Ebből végül 8-2 lett a Felcsút javára, Orbán Viktor pedig újabb, apró sporttörténeti pillanat résztvevőjévé vált.